Ez jelen pillanatban a 24. Somogy-Babodi Nemzetközi Offroad Fesztivál, Európa legnagyobb offroad fesztiválja, már a jelenlévő terepjárósok és versenyzők számát illetően 800 000 versenyautók között jelenik meg itt a 3 nap alatt a versenyző csapat, és gyakorlatilag folyamatosan péntek estétől vasárnap estéig zajlanak a versenyszámok fönt a Katlanban. Katlanban határozottan megyünk dolgozni. Amikor a bajnoki futamon voltunk, akkor 45 kilométert mentünk 35 liter benzinnel. A bioetanollal ugyanolyan feltételek mellett lehet autózni, mint a benzinnel, csak ugye 100 forinttal olcsóbb litere, és a oktánszáma pedig 105-ösnek felel meg. Mit kell hozzá tudni? Hát vezetni. Ennyi meg. Nyomni a gáz végül is. Észre kell nyomni. 4 jó gumi múlik meg a sofőrön. Ezen a területen jelen pillanatban minden 4-kerekes, összkerékhajtású terepjáró és quad, avagy ATV bejöhet és versenyezhet. Nem női ez, de hát ez egy program. Családi program, jönnek a gyerekek. Tehát a fiam az 3 éves kora óta csinálja ezt. Én azt szeretem ebben az egészben, hogy egészen jó gépek vannak. Elképesztő dolgokat, technikai újításokat lehet látni. Nem kell hozzá nagyon sok pénz, mint a tereprallihoz, viszont lehet érezni a gép erejét. Mi az a túli határ árban, amibe belekerül egy ilyen autó? 200 000 forinttól 10 millióig. Ez csak a szórakozásról szól, meg a terepjárók bemutatásáról, meg hogy összejövünk és egy jót autózunk.